épp egy táblagépen mutat egy szerződést az egyik pécsi munkaerőkölcsönző cég vezetője. A HRN Kft. Ugyanis januártól az első között vezette be a digitális aláírást, ami mind a vállalat dolgozóinak, mind a partnereknek, de a munkavállalóknak is megkönnyíti az ügyintézést. Mint azt Feleki Attila elmondta, nehéz dolguk volt, hiszen az általuk kiközvetített dolgozók nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában helyezkedtek el. Így egy olyan partnercéget kerestek, amely a lehető legjobb módon részt tud venni egy ilyen technikai kihívásban. Számunkra az jelent igazán előnyt, hogy hosszú távon gondolkodva, hogy ezek a dolgozók gyakorlatilag tényleg, ahogy mondtam, Európa szerte azonnal pront egy hiteles és megbízható aláírást kaphatnak, a dokumentumokat archiválják ezek az aláírást hitelesítő cégek. Mi duplikáltan szintén archiváljuk. Az ügyvezető kiemelte, hogy különböző dokumentumok szerepelnek a listában, hiszen nem csak munkaszerződések aláírására alkalmas az új módszer. Így jóval egyszerűbb a hitelesítés, akár 1000 kilométeres távolságból is. A dolgozóknak sokszor nehézséget jelentett a személyes jelenlét, ezért a tesztüzem után januártól már élesben használják a rendszert. Ennek egyik nagy előnye az időbeniség. Mondjuk mi elkészítünk egy dokumentumot délelőtt 10 órakor, akkor nem kell a dolgozónk, a munkavállalónkkal egyeztetni, hogy ő akkor pront érkezzen meg, hanem akkor, amikor ezt a dokumentumot kiküldjük, ő tetszés szerint aznap, amikor erre lehetősége van, meg tudja tenni, hogy aláírja, és közben tudja élni a hétköznapjait, tehát vagy akár munkában van. Ez szerintem egy nagyon-nagyon komfortos megoldás. Feleki Attila elmondta, hogy a koronavírus járvány miatt a személyes kontaktusok száma lecsökkent, ez is indokolta a digitális aláírás rendszerének bevezetését. Emellett szintén fontos kritérium a cég életében a fejlődés, ami ilyen és ehhez hasonló innovációk nélkül nem lehetséges. Az ügyvezető hozzátette, az elmúlt időszakban újabb és újabb mérföldköveket ért el a vállalat.